Gondolkodó, filozófus, a kultúra és a művészet embere, költő és színész, a béke és a párbeszéd híve, fáradhatatlan zarándok, a világ nagy változásainak kezdeményezője és a hitembere. Így jellemzik életrajzírói Szent II. János Pál pápát, és az ő életéről, életszentségéről, életútjáról beszélgetek Mitrovics Miklós történésszel. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Most egy picit több időt szánunk erre a beszélgetésre, és igyekszünk áttekinteni egy kicsit tágabb értelemben a Szent Atya egész életét. Persze nyilván nem tudunk minden részletbe belemenni, de próbálunk egy teljes képet adni róla. Kezdjük talán onnan, hogy végül is milyen háttérrel rendelkezett a Szent Atya, milyen gyerekkora volt, és honnan indult ő? 1920 májusában született Vadovicében. Vadovice egy kis falucska dél Lengyelországban, Krakkótól nem olyan nagyon messze. Igazából erről híres csak, hogy ott született második János pápa, későbbi második János pápa, és gyakran meglátogatta pápaként is ezt a települést. Igazából az időszak érdekes, hogy mikor született. Ugye ez az időszak, amikor Lengyelország újjá születik. 1918. novemberében kikiáltják a függetlenséget. 20-ban éppen a bolsevikokkal zajlik egy élet-halál harc. Még előtte, születésekor még előtte vagyunk a visztulai csodának, amikor a lengyel seregek visszaverik Varsónál a bolsevik seregeket. De lényegében azt lehet mondani, hogy ez sikerrel zárul, tehát Karol Wojtyla az új Lengyelország születésével együtt látott napvilágot. Hát egyébként mondhatni egy szokásos lengyel családban, apja hivatalnokként dolgozott, anyja háztartásbeliként nevelte a gyerekeket. Aki egyébként hamar elhunyt. Igen, 9 éves volt Karol volt, amikor az édesanyja elhunyt. Hát ez meglehetősen korai egy gyerek életében. És az édesapja ekkor vitte elő őket a testvéreivel Kálvária Zsebzsidoszkába, ahol egy Mária szenté van. Egyébként ez is Dél-Lengyelország, ez ugye cseh határhoz van közel. Ez egy zarándok hely igazából. Ide is egyébként később visszatért pápaként Karol Wojtyla. De hát élik a szokványos életet, Krakkóba költöznek, beiratkozik a gimnáziumba, amit elvégez, majd aztán a Krakkói Jagelló Egyetem lengyel szakára jelentkezik. Egyébként érdekes, hogy nagyon sok lengyel fiatal ebben az új köztársaságban, lengyel, az egyik szakja valahol lengyel volt. Uh-huh. Hát nyilván újjá kellett építeni egy országot, ami előtte 123 évig nem volt. Új értelmiséget kellett kinevelni. De azt lehet mondani, hogy a Krakkói Jagelló Egyetem hallgatói a 30-as évek második felében, ha nincs háború, nem tör ki háború, akkor lényegében ők lettek volna a Lengyelország új elitje, aki uh-huh. már az új Lengyelországba született, és elvégezte az ország legjobb egyetemét. Hát itt közbeszól ugye 39. szeptember elsőjén a háború. És mindjárt itt megyünk is tovább ezen a vonalon, csak előtte még annyit, hogy ugye amikor az édesapja beiratja Karolt, most akkor így mondom, a helyi gimnáziumban, Krakkóban, akkor már rögtön ott a minisztráns kör tagja lett, és kezdett kirajzolódni, hogy mi is az ő érdeklődési köre, vagy hogy, és ez pedig egy egész szerteágazó volt. Mi érdekelte őt akkoriban? Kavaszként. Igen, egyébként ebben ez nem volt annyira egyedi, sőt mondhatni, hogy elég gyakori volt. Hát ugye a katolikus egyház a 19. században, amikor nem volt Lengyelország, 3 részre volt szabdalva, akkor lényegében az egyetlen olyan nemzeti intézmény volt, amely mind a 3 elszakított területen működött, a lengyel nyelvet, a lengyel kultúrát ápolta, továbbadta generációra generációra. Tehát az új Lengyelországban a katolikus egyház szerepe értelemszerűen eléggé jelentős volt. Tehát az teljesen természetes volt, hogy egy fiú
beiratkozik a minisztráns körbe, miközben tanulmányait folytatja. Ő először Szent János tanításaival foglalkozott, ebből is írta az első dolgozatát, de hát ekkor azért még nem volt világos, hogy ő papi pályára megy, csak azért próbáltam mondani, hogy azért elég sokan jártak papi szemináriumban ebben az időben, vagy minisztráns körbe, de nyilvánvalóan nem mindenkiből lett aztán felszentelt pap, pláne nem pápa, ugye. És aztán végülis már ő egyetemre járt, amikor aztán kirobbant, hogy kitört az első világháború. Igen, hát ugye Krakó helyzete kicsit speciális volt. Ahogy betörtek a németek szeptemberben, a Krakói Agello Egyetemet, mint az ország akkor hát top felsőoktatási intézményt, ma is lehet így mondani, hogy oda tartozik a legjobbak közé, de akkor egyértelműen talán ez volt a legjobb. A németek lényegében az egész tanári kar deportálták, koncentrációs táborba vitték, be is szüntették a lengyel nyelvű oktatást. Viszont speciális volt a helyzet, hiszen a német náci főkormányzóság éppen Krakkóba rendezkedett be. Így Krakkó lényegében megúszta a második világháborús pusztításokat többnyire, tehát mondjuk Lengyelország többi városához képest, amit ugye hát jelentősen leromboltak, sőt, hát Varsót mondjuk porig rombolták a háború végén, de hát nem tudta folytatni a tanulmányait értelemszerűen, elhelyezkedett egy városszélű vegyi üzemben, hát ezt is próbálták sokan megcsinálni, ugye ő abban a korban volt, aki szintén besorozhattak volna, vagy elvihettek volna hadifogoly táborba. Esetleg, ha főleg, hogyha mondjuk szovjet területen van, ugye tudjuk, hogy ez ilyen korú férfiakat elvitték, és hát Katinyban meg más helyeken 20-22 ezer lengyel férfit ki is végeztek. És akkor az, hogy ő elhelyezkedett ebben a gyárban, ez, és hogy ott is tudott maradni, az hogy megtörténhetett a németeknek? Hát, igen. Hát ezek a vegyi gyárak nagyon szükségesek voltak a háború folyamán a németek számára, és mint mondtam, Krakkó végül is nem lett frontváros, tehát azért az élet ott zajlott. Így ott meghúzta magát, illetve a másik védelmet viszont Adam Sapieha érsek jelentette, aki lényegében egy titkos szemináriumot működtetett. Hát ez is kockázatos volt, hiszen a németek által megszállt területen semmiféle lengyel jellegű tevékenységet nem lehetett folytatni, nem lehetett lengyel nyelvű miséket tartani, lengyelül színdarabokat, hát oktatás sem. Ehhez képest ugye ebben a titkos körben ezt úgy mondják a lengyek, hogy föld alatti tevékenység folyt, kulturális tevékenység is. Itt bontakozott ki, hogy igazából neki van színészi tehetsége is. Több lengyel darabban játszott, mint Sinkiewicznek a Pantadeusában. Ekkor az édesapja hol van, vagy milyen szerepet játszik az életében? Hát az édesapja sajnos pont ekkor hal meg, 41-ben. És a bátyja is meghal közben, tehát mondhatni, hogy egyedül marad ebben a háborús időszakban. De hát mondom még egyszer, Krakkó viszonylag kimarad a háborús pusztításból, és így megúszza lényegében. Amikor razziák vannak, akkor el tud bújni. Egyébként 44-ben van egy nagy razzia, a varsói felkelés kirobbanása után, ugye attól tartanak a németek, hogy esetleg Krakkóban is valami hasonlóra kerül sor az ellenállás, kirobbant valamiféle német ellenes felkelést, és ekkor végül is elbújtatja a Sapieha őt az érseki palotába, tehát őt nem viszik el így a németek, mint ahogy egyébként akkor megint sok lengyel fiatalt elvisznek. Tehát valahol szerencséje is van, meg nyilvánvalóan ezek a jó papi, felső papi kapcsolatai abból adódnak, hogy hát azért ő egy tehetséges fiatal, aki meglátják a lehetőséget, potenciált, már
azért jól bedolgozza oda magát, vagy hogy szokták ezt igen. mondani. Úgyhogy nyilván nem ő az egyetlen, tehát ne tessék azt hinni, hogy most Karol Wojtylát mentegették egyedül a lengyel felső papírétek, hanem azért többeket, csak hát most róla beszélünk, mert nyilván ő futott be aztán fényes karriert. És hát akkor ugye tehát az egyetemi tanulmányait végül nem tudta befejezni, de mikor volt ez a pont, amikor az ő életében komolyan elkezdett foglalkozni a papi hivatás kérdésével, amikor tényleg elfelé fordult? Hát ez lényegében, hogy 45-ben véget ér a háború, ugye a szovjetek jönnek Krakóba, ekkor majdnem egyébként felrobbantották Krakót, de aztán a lengyel ellenállás ezt megakadályozta, és hát 45-46-ban dől el a sorra, végülis újra, vagy fölveszi újra a fonalat az egyetemen, de már nem a lengyel szakon, hanem a teológia felé fordul. Különösen érdekli egyébként az etika is, később etika tanszéket is vezet majd a Lublini Katolikus Egyetemen. Tehát itt azt lehet mondani, hogy az életrajzírói is úgy mondják, hogy azért ez a háborús tragédia, a szülei elvesztése, testvére elvesztése, és hát az, hogy lényegében tényleg a katolikus egyház segítségével éli túl a háborút, ez azért valószínűleg nagy hatása van arra, hogy ő ezt Isten felé fordul. Isten felé fordul. Azért itt ugye most már ezután az 50-es évekről beszélünk, tehát az 50-es években járunk, itt álljunk meg egy pillanatra azért, hogy egy picit megnézzük azt, hogy a lengyel katolikus egyház benne az időszakban hogy működik, végülis hogy van a társadalom viszonya az egyházzal, az egyház viszonya ott a vezetéssel, tehát hogy ott milyen viszonyok vannak, uralkodnak ebben az időszakban. Hát ugye Lengyelországra is ráköszönt a sztálinizmus, ahogy minden más közép-európai országra, tehát ebben nincs nagy különbség. Igazából abban van különbség, hogy a lengyel katolikus egyház tényleg társadalmilag nagyon beágyazott. A háborút is lényegében végig szenvedte a lakossága, rengeteg mártír papjuk volt Auschwitzban, más táborokban, vagy akár csak templomokban, templom előtt gyilkoltak le papokat. Tehát a lengyel papság, főleg az alsó papság, de még a felső papság is azt lehet mondani, hogy közös mártíromságot vállalt az egyszerű lengyel állampolgárokkal. Tehát nagyon szoros volt 45 után a kapcsolat a társadalom és az egyház között. Nyilvánvalóan a háború után nélkülözés leküzdésében is nagy szerepet játszik az egyházi Caritas, Vatikán is természetesen, de mondjuk ebben Magyarországon is látunk szép példákat. Igazából ott válik ketté a dolog, hogy mondjuk más utat jár be a lengyel egyház, mint mondjuk a magyar vagy a csehszlovák. Szerzetes rendeket se osztották. Igen, hogy 48-ban, amikor Stefan Wyszyński lesz a Szapie halál után a lengyel prímás. Ő végül is egy igazi politikus pap, aki ugyan... Szokták mondani, hogy a lengyel mint szenti. Hát igen, pozíciót tekintve igen, de Wyszyński egy valódi politikus volt Mindszentivel szemben, aki felmérte azt, hogy ő is teljes mértékben elutasította a kommunizmus minden formáját. És egy kemény ellenfelére talált az államvezetés. Igen, nagyon sokat foglalkozott ő a 20-as, 30-as években például a munkástársadalommal, tehát ő a munkával, a kizsákmányolással, tehát ő pontosan képbe volt azzal, hogy milyen hamis a kommunista ideológia. Úgyhogy kemény ellenfélre találtak benne, emberileg is, meg hát képzettségét tekintve is, és hát nem tudták megtörni sem őt, és rajta keresztül az egyházat sem, hanem persze ez mondom még egyszer kellett az is, hogy óriási legyen a társadalmi bázis. Hogyha a kommunisták meg akarták szilárdítani hatalmukat, akkor Lengyelországban azért nem lehetett felmorzsolni az egyházat, és hát szerencsére Wyszyński is egy olyan vezető volt az egyház élén, aki keményen állta a sarat, és rákényszerítette végül is a hatalmat arra, hogy 50-ben, tehát végül is a legkeményebb sztálinista időkről beszélünk, aláírtak egy államegyház memorandumot, amelyben lényegében az állam továbbra is megengedte, hogy például iskolákban nem csak ünnepnapokon, vasárnapokon, hanem évnyitón, évzárón is misén vegyenek részt a diákok.
kórházakban, hadseregben, börtönökben lehetett tovább is lelki szolgálatot teljesíteni. Ugye, amiket Magyarországon megmaradtak a szerzetes rendek, és ami nagyon fontos, megmaradt a Lublini Katolikus Egyetem. Ez lényegében az egész kommunista régióban az egyetlen felsőoktatási egyházi intézmény. Igen, ez így azért árnyalja nekünk egy kicsit a képet, ezt köszönjük. Igen. És most ami még számomra érdekes, hogy Wyszyński bíborossal, végülis még akkor volt Wojtyánynak, Karol Wojtyánynak, milyen volt a viszonya, vagy milyen volt a kapcsolata? Ez is egy érdekes dolog, igen, végülis Karol Wojtyla csak 58-ban lesz segédpüspök, aztán szépen halad felfelé ugye a ranglétrán. Amikor úgy már látszott, hogy ő is valami papi, vagy hát felső papi réteghez fog tartozni, tehát segédpüspök, püspök ugye nyilván akár érsek egy idő után, azért az egyház, az állambiztonság megpróbálta kijátszani egymás ellen őket. Ugye a püspöki kinevezéseknél Vatikán ugye javasolt személyeket Wyszyńskin keresztül, vagy Wyszyński maga, nyilvánvalóan ő ismerte jobban a lengyel helyzetet, de számos jelöltet elutasított a kommunista hatalomnak joga volt ugye beleszólni, vagy megerősíteni, vagy elutasítani a jelöltet, és végül is, amikor püspökké nevezték ki Karol Wojtylát, akkor az állambiztonság azt mondta, hogy jó, legyen ő. Azt gondolták, hogy ez a fiatal püspök nem lesz olyan nagy veszély az államhatalomra. Aztán persze rájöttek, hogy ez nem teljesen így van, akkor ugye arra állt rá az állambiztonság, nyilvánvalóan politikai utasításra, hogy a kettőjük viszonyát megrontsa, tehát éket verjen közéjük. Ez sem sikerült olyannyira, hogy a 60-as évek végén arra is volt példa, hogy mindkettőjüket meghívták egy püspöki szinódusra a Rómába, és Wyszyńskinek nem adtak útlevelet, és akkor nem ment el vele Karol Wojtyla se szolidaritásba. Tehát abszolút nem tudták őket egymás ellen kijátszani. Sőt, a 70-es években ez a Wyszyński-Karol Wojtyla együttműködés még szorosabbá vált, mind Lengyelországban, mind Vatikánban. Talán nem alaptalanul feltételezik sokan az életrajzírói közül, hogy Wyszyńskinek azért volt szerepe abban, hogy végül pápával Pápa választották Karol Wojtylát. De azt tudjuk, hogy ugye már püspökként is nagyon népszerű volt, nagyon személyes hangvétellel közelítette meg a híveit, a közösségét, de azokat is, akiket egyáltalán nem is ismert, de hozzáfordultak. És ezeket az időket, egy picit a püspöki éveket ugorjuk, hát érkezzünk el odáig, hogy hogyan is lett ő pápa. Igen. Ugye tanít két helyen, ez alapozza meg, Lublinban és Krakkóban, valóban nagyon népszerű. Ugye a lengyel egyházra egyébként is jellemző, hogy nagyon nyitottak a papjai, tehát nagyon nyitott a fiatalság felé, túrákat szerveznek, kirándulások. Fontos egyébként, hogy a cserkészet is megmaradt Lengyelországban a szocializmus alatt, tehát azért ez is egy jelentős erőt képezett, és hát abban a katolikus egyháznak szintén volt szerepe. Vatikánban ő lényegében a 60-as évek óta jelen van, részt vesz a második vatikáni zsinaton, több dokumentum kidolgozásában aktívan kiveszi a szerepét, majd aztán a zsinati határozatoknak a lengyelországi megvalósításában is aktívan részt vesz, főleg a 70-es években, Krakkóban ez lényegében az ő terepe. Egyébként az államhatalom úgy is gondolja, hogy ez nagyon jó, mert akkor igazából többet van Rómába, kevesebbet Krakkóban, nem okoz olyan nagy gondot, csak hát ez pont azzal járt, hogy Rómában is azért egy ismert figura lett. Persze senki nem feltételezte a 60-as, vagy még a 70-es években sem, hogy pápa lesz, ugye nem is ő az első számú jelölt 78-ban. Ki volt az első számú jelölt? Hát a velencei püspök, ugye, aki első János pápa néven került Szentpéter trónjára, de hát szerencsétlen módon csak 33 napot élt, és hát amikor újra ki kellett írni a pápa választást, akkor azért nem volt arról szó, hogy
hát egyáltalán arról se volt szó, hogy nem olasz lesz a következő pápa, de aztán végül is nem nagyon tudtak megegyezni más jelöltben, és hát mindenki meglepetésére azt lehet mondani, hogy mégis ez egy világszenzáció volt, hogy nem, egyrészt nem olasz pápát választ, vagy olasz püspökök közül választottak, másrészt pedig, hogy a vasfüggöny mögül választottak, ami tényleg Lengyelországban elképesztő örömöt és felszabadultságot okozott mindenki számára, ugye ez 78 októberre. Igen, tehát az egész világon úgy írják, hogy szenzáció volt, hogy őt megválasztották, és nyilván a lengyel emberek számára ez egy megfogalmazhatatlan öröm volt. Hát azért azt nem zárhatjuk ki, hogy nem volt ebben egyébként, miután rájött a pápa választó testület arra, hogy nem tudnak megállapodni olasz jelöltben, és végül is azt mondták, hogy legyen más. Tehát egyáltalán nem lehet kizárni a ma ismert dokumentumok alapján, hogy volt benne politikai szándék, hogy akkor legyen egy lengyel. Ugye hát tudták azt, hogy ez egészen világos volt, nem csak nyugaton, hanem egyébként a szovjetek számára is, hogy Lengyelország a leggyengébb láncem a szocializmus építményében. A legerősebb a társadalmi ellenállás, a legerősebb a katolikus egyház, a társadalom és az egyház közötti kötelékek nagyon szorosak, tehát feltételezhető volt, hogyha egy lengyel pápa lesz, akkor ez akár megrengetheti a szocialista világot, és hát végül is meg is rengette, mert János Pál pápa, második János Pál pápa egyből bejelentette, hogy ő szeretne Lengyelországban pápaként elzarándokolni, ami ugye hát óriási káoszt okozott a szocialista vezetőkben. Próbálták is megakadályozni. És mindenféle eszközzel próbálták megakadályozni, mert ugye addig nem jött pápák. Egyrészt nem nagyon utaztak a pápák korában, de hatodik Pál már szeretett volna Lengyelországba utazni a 60-as években, Csesztovába, a Pálos Kolostorban, annak a alapításának a 600. évfordulójára, de ezt megakadályozták végül is. János Pál pápánál viszont nem nagyon lehetett, hiszen eleve lengyel állampolgár volt, nehéz volt azt mondani, hogy nem utazhat haza, csak hát ugye ő már nem magánszemélyként, vagy nem lengyel krakkói érsekként utazott Lengyelországba innentől kezdve, hanem mint a Vatikán feje, és akkor megpróbálták őt lebeszélni diplomáciai úton, vagy megpróbálták ugye oda terelni, hogy akkor ő, mint egy másik államfeje, jöjjön Lengyelországba és találkozzon a lengyel államfejével, ugye ekkor Edward Gierek pártfőtitkár volt, hogy legyen egy ilyen klasszikus diplomácia találkozó, mondjuk, mint a német kancellár jönne a Marsba, de hát nyilvánvalóan ő nem erre gondolt, hanem arra gondolt, hogy 10 nap alatt körbe turnézze a Lengyelországot, és számtalan szabadtéri, illetve templomi misét tart, és hát ezt nem tudták végül megakadályozni, úgyhogy milliók vettek részt ezeken az arándoklatokon. Lassan már le fog járni az időnk, viszont még két dologra mindenképp szeretnék kitérni, arra a merényletre, amit ellenőtt tettek, és hát arra az csodás tetre, amit viszont ő a merénylőjével szemben cselekedett, és aztán arra a hatásra, amit ő a világra tett, a lengyel emberekre. Igen, ugye 81. május 13-án követtek el ellene merényletet. Aliakcsa török merénylő végezte ezt el, szerencsére túlélte János Pál pápa ezt a merényletet, hát súlyosan megsebesült azért, tehát hónapokig lábadozott, és ugye ez ráadásul a lengyel szolidaritás működése alatt volt. Számos dokumentum napvilágra került már, de sajnos mondjuk pont a szovjet dokumentumokat nem ismerjük erről, de amit ismerünk mondjuk a lengyel titkosszolgálat irataiból, a bolgár titkosszolgálat irataiból, és néhány magyar dokumentum is van, vagy más nyugati hírszerzői dokumentum, abból azért lehet következtetni, hogy elég nagy valószínűséggel azért a szovjet KGB állt a merénylet mögött. Az ugye mindig rizikós, hogy egy mindenen felülálló tekintét, ha meggyilkolnak ilyen módon, az
hozzá a megrendelő konyhájára, most ilyen bulvárosan mondva, vagy éppen kontraproduktív. Én azt gondolom, hogy egyébként ez is kontraproduktív lett volna, tehát egy mártírt csináltak volna belőle. A lengyelek egészen biztos azt gondolták volna, hogy a szovjetek meg a lengyel kommunisták tették el lábalól. Nem tudom, hogy nem tört volna ki esetleg valamiféle nyílt lázadás Lengyelországban ennek következtében. Szerencsére azonban felépült, és hát keresztényi, hát csodálatos keresztényi magatartással, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt. Meglátogatta a börtönben a merénylőit, és ő igazából meg is bocsátott neki. Azt hiszem, hogy ez a cselekedete János pápának ugye az egész életét és művét is leírja egyetlen momentumban. Végezetül, most a történész szemével kérdezem, Szent II. János Pál pápa egész hatását a világra, a lengyel nemzetre, mindenkire, mindannyiunkra, az egyházakra. Miklós hogyan írná le, hogyan jellemezni? Hát ugye ő a harmadik leghosszabb ideig regnáló pápa volt Rómában. Azt hiszem, hogy így mindenképpen ő a pápaság és Vatikán történetében nagyon-nagyon magasra helyezte a önmagát. Biztos, hogy minden történelemkönyvben ő mindig benne lesz. Én azt gondolom, hogy főleg itt mi közép-európai népek gondolhatunk rá jó szívvel, és hát most a lengyelek természetesen azért is, mert lengyel és lengyel politikai változásokban neki nagy szerepe volt, de azért azt gondolom, hogy mi magyarok vagy csehek, szlovákok is szintén jó emlékkel gondolnak rá, hiszen egyrészt egy régiónkbeli pápa volt, aki sokat tett azért, hogy sokat szólt annak érdekében, hogy a szabadság újra eljöjjön ebben a régióban, a szovjet birodalmat visszaszorítsuk innen, újra legyen független demokratikus országok. Egyébként magyar egyházi szempontból is fontos, hát számos magyar szentet avatott, ugye prágai szent, Ágnes szent Hedvig, negyedik Béla lánya, Kinga, egyébként Boldoggá is avatott számos magyart, Apor Vilmostól kezdve, negyedik Károlyig, igen. Úgyhogy azt gondolom, többször ugye kétszer ellátogatott Magyarországra, 1940 és 1996-ban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy János Pál pápa valahol a mi pápánk is. Mitrovics Miklós, nagyon köszönöm ezt a részletes beszélgetést. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Várjuk még vissza. Köszönöm a meghívást.